In the last 10 years, trend-setting revolutionary changes have taken place in the Hungarian culinary life. A few dedicated, talented chefs have made up 50 to 60 years of lost progress, so that today we can say Hungary is on the pulse of the international industry. Az ország gasztronómiája egy ilyen nagyon ingoványos, lápos talajon volt. Egyetlen egy olyan éttermünk nem volt, ami nemzetközi kalauzban szerepelt volna. A világ első 1000 étterme között nem volt magyar, borzalmas alapanyaghelyzet volt. Ezzel a szituációval kellett szembenéznünk, és a haladó séfeknek egy tükröt kellett saját maguk elé tartaniuk, és belenézni abba, és őszintén azt mondani, hogy ezen változtatni kell. Az első pillanattól azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Magyarországnak legyen végre egy nemzetközi szinten is értékelt étterme. Their first success that gained some international attention for Hungary is connected to the name of the Kostas restaurant in Budapest. The Onyx restaurant pulled off the next success, achieving the second Michelin star in 2011 after Kostas. Chef Sabina Sulo ran the kitchen in this restaurant with Tamás Széll as her chef's right hand. Nem mindenki lett csillagos a budapesti vagy a magyarországi éttermek közül, de a legfontosabb az, hogy a fiatal generáció, a fiatalok megértették azt, hogy csak munkával lehet kitörni ebből az ingoványos talajból. Ők elmentek külföldre, sztázsoltak, és hazahozták azt a tudást, amit haza lehetett onnan hozni. Megtörtént az a generációváltás, amit mi igazán gasztroforradalomnak nevezünk. The Borkonyha was the third restaurant in line to domesticate this new approach. Under the direction of chef Ako Sárközi, their playful, experimental spirit built on the bistro kitchen tradition brought them glory, securing the third Michelin star in Hungary in 2014. The innovators, at the birth of essential Hungarian gastronomy, put their mark on the rejuvenated Hungarian culinary map. One of these innovators is the directing chef of the Szalon restaurant, András Wolf. Amiben szocializálódtunk, felnőttünk, ízek, formák, azt átvisszük a modern magyar gasztronómiába, tehát mindent megváltoztathatunk, a textúrát, a formát, a színeket, bármit, csak az íz maradjon az, amiből jöttünk. Diverging from the salon in style, the Bach Bistro also created greatness. Theirs is a traditional Hungarian taste, but renewed with a simple cuisine of basic ingredients and character. Even with continuous success since 1990, Chef Sasha Nyiri of Aran Caviar recognized in time that to keep step with international trends, they have to innovate. Az orosz konyhát úgy próbáljuk meg újítani, hogy nem átgondoljuk az ételeket, hanem jobbá tesszük. Tehát a mai korszerű konyha technológiával, illetve a egyre inkább elérhető jó alapanyagokkal próbáljuk még nemesebbé, jobbá tenni. One of the flagships of the culinary innovation is the experimental kitchen of the Jidai group of the Baltazar restaurant, where despite the elegant milieu of the premises in a building functioning as a hotel, the kitchen creates without constraints. One of the most impressive examples of the innovation in the Hungarian culinary revolution is Stand 25 at the Hold Street Market, called the snack bar of the sensual cuisine of Sabina Sulo and Tamás Széll. Similarly, Hungarian foods, for example potato casserole or goulash soup, are reinterpreted and brought to life at a Michelin standard. Of course, aside from the capital city chefs, numerous countryside restaurants and chefs have played serious roles in the culinary revolution. One such restaurant is the Platan restaurant in Tata, led by the Tanti restaurant's Michelin star recipient, István Pesti. The chef asserts that countryside restaurants are the future, so now he's trying to establish the innovations developed in the international culinary arts in Tata, building his own small kitchen garden beside the restaurant. In the eastern region of Hungary, under the direction of Chef Péter Pataki, the icon restaurant of Debrecen fulfilled a defining role, but the Anyukám Monta restaurant in Enj stands out of the crowd of provincial restaurants as well. The Dudás brothers have professed what the international trends are for decades. That is, only work with perfect quality basic ingredients. Az alapanyag az egyik legfontosabb tétel vagy dolog a konyhában, ezért erre óriási figyelmet fordítunk.
filozófiánk nagyon egyszerű, a helyi alapanyagokat bemutatva, abba újra Zemplénre és Tokajra támaszkodva, de az olasz hatással kiegészítve főzzük az ételeinket és éljük az életünket. The other trend-setting countryside restaurant, born of a family establishment, is the Balatonszemes kis tücsök. Egy vidéki konyhát képviselünk, aminek úgy gondolom, hogy mindenféleképpen jogosultsága van arra, sőt nem is jogosultsága, hanem feladata van arra, hogy megmutassa, hogy az embereknek azt, hogy mi mit tudunk kreálni, mit tudunk adni esetleg a helyi alapanyagokból. Szeretettel és tényleg mosolygósan hozzányúlni az alapanyagokhoz, érdeklődni, hogy mi van új dolog. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Of course, exceptional Hungarian ingredients were needed for the change in quality in the Hungarian restaurants. But so were dedicated farmers. One such family were the Baumgartners, who supply the kis tücsök from their Vas County Mangalica farm. The one-time Formula One pilot, Zsolt Baumgartner and his father, have been raising the indigenous Mangalica pigs free-range in Alsó-Újlak for nearly 15 years. Láttuk azt, hogy nincsen megfelelő alapanyag sajnos a magyar gasztronómia számára, és részben ezért kezdtünk el aztán a magas minőségű ridegtartású mangalicával foglalkozni. Nagyon örülök neki, hogy ennyi idő alatt azért sikerült nem csak itthon, de Európában is, Olaszországban, a nyugat-európai piacon megjelenni a mangalica tőkehússal, és ott pedig késztermékeket készítenek a alapanyagból. In the last 10 years, more and more high-quality, international award-winning Hungarian wines are reaching restaurants abroad. Among them are the wines of the Szepsi cellar near Mád. The 22 vineyards of their 52-hectare estate bottles nearly 70,000 bottles of wine annually. The farmers have also recognized that it is in their interest to serve the Hungarian high culinary arts industry. So some have developed their enterprise so they can provide the same fresh product 365 days a year. Chef's Garden, an enterprise in Pilis, grows fresh sprouts, salads, and microgreens a short distance from the city to supply kitchens of the best restaurants in the capital. In a similar way, the Kisasund cheese factory produces high-quality products. In the Somogy County village, the family-owned and operated facility makes butter, cottage cheese, and various other cheeses. From the farmer's side, thanks to an increasing quality on offer, a serious industry has developed in the last 10 years, for which the biggest milestone was when Hungary entered the most prestigious culinary arts competition, the Bocuse d'Or. One of the most famous chefs in the world, Paul Bocuse, known as the Pope of Chefs, founded the Bocuse d'Or in 1987 in France. And from that year on, it's held every second year in Lyon. A Bocuse d'Or a szakácsművészet forma egye. A legnagyobb kihívás ebben a szakmában versenyszinten. Minden séf álma, hogy egyszer eljusson majd oda. A Bocuse d'Or a legek versenye. Összehoz egy csapatot és egy szakmát. A Bocuse d'Or az a csúcs. Ez egy élmény, ebben jó részt venni, és egyszer ott van és nyer az ember, akkor az felejthetetlen. The special thing about this competition, compared to all other international trade qualifications, is that here everyone must prepare their own dish from the same basic ingredients in a given amount of time. Additionally, the competitors cook in front of an audience, in an arena-like location in their own box. The 24-member jury is made up of the world's best chefs, who give final points for performance. Hungary's first chance for entering the competition was in 2011. It was Tamás Széll, who finally made it to the European Championship in 2012, March.
tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, de hogy ennyire azt nem gondoltuk. Amikor kimentünk Brüsszelbe, ugye akkor eszméletlen módon látszott azért, hogy kezdők vagyunk. De hát megvalóan szépen azért az jól esett, ugye, hogy azért ilyen még a Bocuse d'Or történelmében nem volt. Első csapat, elsőként indultunk és bejutottunk ugye a döntőbe, a Lyoniba. 5, 4, 3, 2, 1, go! The first-timer Hungarian team was brilliant at the 2013 Lyon finals as well. After many months of preparation and practice, Tamás Széll, Komis Ádám Garai, and coach Zoltán Hambas got the chance to compete among the world's 24 best chefs in Lyon. They got a respectable 10th place, which was an enormous achievement for the first-time competitors. Première participation ici à la finale du Bocuse d'Or, la Hongrie. For the first time, it was a huge success, and the team got a lot of encouragement. Ami fantasztikus dolog volt, ugye, hogy ha bementem az étterembe Budán, akkor a vendégek fölálltak és megtapsoltak. Tényleg akárhova ment az ember, csak mindenhol gratuláltak. És ugye ez is egy nagy dolog ebben az országban, hogy ha nem nyerünk, csak mint amennyik agyik vagyunk, akkor hát azért lehetett volna jobb vagy valami, hanem a tizedik helynek az étterembe járó emberek, biztos, hogy mások is, én az étterembe járó emberekkel találkoztam, eszméletlen módon örültek. In 2015, at the next World Championships, Gábor Molnár took his shot with Komi Ádám Pónár and coach Frigyes Fonberg. Hungary! To big cheers, the team got 13th place. And additionally, alongside the competition preparations, the Hungarian Bocuse d'Or Academy was already working to secure the rights to hold the European Championships for 2016. Hazajöttünk Lyonból, és nem sokkal érkezett meg ugye minden Bocuse Akadémiára a felhívás, mármint az európai országoknak, hogy lassan kiírják a 2016-os európai döntőnek a házigazdaságára a pályázatot, és mi mertünk egy nagyon merészet álmodni. A teljes Magyar Bocuse d'Or Akadémia tagsága, az elnöksége minden súlyát és tekintét latba vetette azért, hogy Magyarországra jöjjön ez a világhíres rendezvény. Nagyon fontos volt, hogy megmutassuk, hogy Magyarországnak vannak alapanyagai, vannak borai, lüktető gasztronómiája, bemutassuk a főváros szépségét, rengeteg turistát ide csábítsunk, rengeteg gasztrofant idehozzunk. Alapfeltétel volt, hogy kormánygaranciát kapjunk a pályázathoz. Amikor jeleztük ezt a kérést a kormányzat felé, gyakorlatilag nem volt olyan kérésünk, ami ne azonnal teljesült volna. All right. Next country that will hold this event, and I will say congratulations and the best of luck to Hungary! Egy nagyon komoly és nagyon nagy számú delegáció volt kint Stockholmban, amikor a bejelentés megtörtént, és én mindenkinek azt az érzést kívánom akkor, amit végig söpört a magyar delegáción, azt a büszkeséget, hogy Magyarország lehet a házigazda következőleg ezen az eseményen. I can really feel that there is definitely something happening in Hungary with the gastronomy. It's a great feeling. We're looking forward to be here next year with the Bocuse d'Or Europe. Azt gondolom, nagyon őszintén össze kell szedni magunkat, mert nagyon magas eddig előttünk a stockholmiak, brüsszeliekes a mércét, de meg vagyok győződve róla, hogy meg fogjuk ugorni ezt a szintet, és mindenki úgy fog hazamenni Budapestről, hogy ez volt a valaha történt legjobb európai döntő a Bocuse d'Or történetében. Parallel to organizing the European Championships, competitors began preparing for the Bocuse d'Or competition. The six qualifying chefs were not the only team members who received professional training. The young generation of commis representing the teams also participated. Az akadémiának az volt a célja a tréningekkel, hogy felzárkóztassa a magyar szakástársadalmat. Arra is kell gondolni, hogy van egy következő generáció, akit föl kell, hogy neveljünk. A fiatalokban van a jövőnk, tehát tulajdonképpen most nem foglalkozunk velük, akkor mindent eldobunk. Úgyhogy a legfontosabb ebben az volt, hogy aki ebből tud profitálni, az profitálhasson. In this spirit, the Academy arranged many master courses in the run-up to the Hungarian qualifying round in February 2015. They asked the really big guns to give presentations. A trainer among these was Tommy Mielimaki. Just 29 years old, this Swedish chef twice finished on the podium in Lyon at the World Championships, winning a silver trophy in 2011 and a bronze in 2015.
Tommy was also the first who shared what he experienced at the final competition with the Hungarian qualifiers. And I think that's the most common mistake everybody makes. I have made it. You have a good idea. Oh, I want this garnish to look like this. And you focus on the looks instead of the flavors. I would like to say that the competition has been so tough nowadays. So you need to focus on the flavor first, and then you have to make a really nice package. Tommy prepared a young version main dish and appropriate side dishes as a theoretical demonstration. While cooking, he tried to explain every important detail along the way about what to expect at the Bocuse d'Or, which are crucial to know for the competitors to perform successfully. The focus of doing it is like, and the hardest part with the competition actually, is that you need to do something that looks really nice and that the flavor is really good, that it feels like you're in a restaurant. Many cooking competition has that it can look good, but the flavor is not important because you never eat the food. And that's the tricky part in Bocuse d'Or. Focus on having a nice piece of protein, nice sauce, and then one garnish which makes a heart of the dish. Because I think 90% at least will take the meat and the sauce first. Igazából az volt ebben a fontos, hogy kicsit megerősített a mondjuk azt a józan parasztésszel való gondolkodás módonban, hogy az egyszerű látvány mögött ugye az ízzel tudjuk a tartalmat megtölteni. The French chef, Serge Vieira, held the second master course. He's another really big gun in the profession, holding not only two Michelin stars, but having won the highest spot in the 2005 Bocuse d'Or World Championships, taking home the gold statue. While Tommy Miliamaki worked with venison, Serge had the competitors try out the sterlet with him. Déjà, on peut voir que le poisson, il se tient bien en cuisson. L'esturgeon, c'est un beau poisson qui a une chair assez ferme, on le voit, qui peut résister aussi le rôtissage, le fumage, la cuisson sous vide. After all tested the meat of the sterlet, Serge himself performed some more technical side garnishings for the participants at the training. After this, everybody had to prepare alone a number of these kitchen procedures and serving techniques to reinforce their learning and to secure their knowledge of them. This would aid their preparations for the finals. C'est vraiment un respect de l'assaisonnement hongrois. Ça veut dire qu'il faut vraiment que quand on mange un plat d'un candidat hongrois, qu'on se rende compte que c'est des produits et de la cuisine hongroise. At the Bocuse d'Or National Championships on February 18, 2016, the six best Hungarian qualifier chefs pit their expertise against each other. After the master courses and extensive practice, everyone tensely prepared for the contest. The top chefs of Hungarian gastronomy represented themselves in the jury, alongside Serge Vieira and Rasmus Kofod, the three-time Michelin-starred and Bocuse d'Or winning Danish chef who took on places in the jury. A Bocuse d'Or jelenleg a szakma csúcsa. Egy szenzációs érzés részt venni a versenyen ebbe a munkába, egyaránt mint versenyző, mint zsűritag. Itt feltűnnek olyan fiatal tehetségek, akik megmutathatják magukat. Most kezdhet. A versenyzők az időt 90%-ig beosztották előre, mindenkinek percre pontosan megvolt, hogy mit csinál. Az én feladatom az időmérés és a verseny indítása volt. Ugye az idő nagyon sokat számít, percre pontosan kell befejezni a tálalást. Aki kicsúszik az időből, az hátra sorolják, és akkor esélye nincsen a győzelemre. Köszi! Most lezajlott magyar bajnokság azt gondolom, hogy a legszínvonalasabb hazai verseny volt, amit valaha itthon rendeztek. Ez köszönhető annak is egyébként, hogy amikor kiderült, hogy Széll Tamás
versenybe száll, ringbe száll velünk együtt, akkor ez mind az ötünknek rettenetes plusz energiát és plusz motivációt adott. Az Ádám, ne nézd meg a fiúk, szépen, nagyon szépen. Along with the two world-famous chefs, the best chefs of Hungarian culinary life observed the work of the competitors, so that everybody tried to give it their all. This isn't just important for the win, but because they had to prove themselves in front of the kitchen jurors from whom they had learned their trade. Nagyon-nagyon kevés olyan esemény van, ahol mi szakácsok így együtt tudunk dolgozni, együtt, közösen. Nagyon jó volt érezni, hogy együtt gondolkodunk, és így összetartunk a szakmában. With a final hurrah, all six competitors gave fantastic performances, creating exciting and spectacular meat plates. Thanks to the exceptional work, the jury were all satisfied with the tasting. I see a lot of really nice plates today. I see three or four candidates and really nice work with really nice garnish and really nice, you know, filling. And I'm really surprised to see this level in Hungary, because it's a young country in the competition. I see a lot of things today really interesting, and the level, I'm not surprised to see one day Hungary on the top. A Bocuse d'Or Magyarország döntőjének harmadik helyezettje Volanter István. A Bocuse d'Or Magyarország döntőjének győztese. With this victory, Tamás Széll won the right to represent Hungary in the European Championships, starting on May 9th, 2016. Though the joy was great, they knew that an arduous battle lay before them. A magyar bajnokság után egy iszonyatos feszített tempójú felkészülés kezdődött. Bebizonyítsuk azt, hogy itthon mi a legjobbat akarjuk. Heti 6 nap munka, vasárnap volt az egyetlen pihenőnap, és a többi napon pedig kőkeményen reggeltől estig ment a kísérletezés és a végső finiselés. Thanks to the persistence of the Hungarian lobby, the European finals will be held in Budapest. The best chefs of 20 countries will compete to decide which are the 11 countries whose competitors will qualify for the finals in Lyon. At the Budapest European Championships, the Academy lobby arranged that the two required ingredients which every country had to work with were two kinds of Hungarian meat. For the meat platter, all 20 countries got red deer calf for the main ingredient, and for the fish platter, they had to use Danube sterlet and its caviar. Shopping is about to start. 3, 2, 1, go! For the fish dishes, the teams were allowed to select the vegetables and various accoutrements at the market according to strict rules arranged by Metro the day before the competition. Ingredients originating from elsewhere could not be used for the dish, so the Hungarians preparing for the European Championships made sure to be there on time. Próbáltunk gyakorlatilag a basic, tehát az alapzöldségekben gondolkodni, és ezekből kihozni a maximumot. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt az egésznek a nyitja. A sárga cipla, gyerekek! Az jó, nektek kell elkoradni. Kevin, nézd meg azt! Vigyük, és ezt meg ellen.
amit lehet megkóstolunk, megszagolunk, megnézzük, hogy azt hozzuk el, ami nekünk a legmegfelelőbb, sőt, azért fontos ez, mert a zsűri nagyon szigorúan veszi az anyagfelhasználást, és ha nagyon sok maradt, vagy több maradt a kelletén, akkor pont levonást kapunk érte. At the end of the selection, all the items that the team selects are recorded at the cashier. And these are brought to each team's box on the morning of the competition. This empty box with kitchen appliances arranged in it is the competitor's kitchen. Everyone needs this couple of square meters to bring out their best. Arriving in the morning, on the day of competition, the Hungarian team starts with tense expectation. Az szokott rohadtul idegesíteni egyébként, mikor ugye hallod, hogy megy az első hal meg hús, tudod? És te még kurvára arrébb vagy, tudod, csak szokatlan az, hogy a végén már tudod, és akkor megy, és akkor az... Nagyon sok. Még a halat sem tekerem be. De akkor már így. Ugye? Maga a verseny reggele az ugye az mindig egy ominózus pont, mert ilyenkor nagyon lassított felvételbe telik az idő addig, amíg eldördül a startpisztoly, és hát ilyenkor nyilván próbálunk egymással beszélgetni, de hát itt már nem fog történni semmi. Tehát, hogy most ez, hogy mi megbeszélünk ott bármi nem olyan dolgot, ami addig nem kerül sor, tehát igazából a világon semmi értelme nem volt, annyi nem vicceket mesélgettünk egymásnak, hanem húztuk egymást. Fulakodós pillázni megint, igen, de figyelünk. Hogy behozhatjuk mind az öt halat, és amikor lefilézted és látod, hogy mind a négy szép, akkor egyszer nem basztik el, pici. Azért még ültem, akkor most pillázni. Egyet hibázhatsz, már az a muszlim bejön. Egy. Ridor. Gyere. Igen. Menjünk. Ez a reggeli várakozás és megbeszélés az embernek már nyűg a hátán. Ez nagyon feszült, nagyon kényelmetlen, és ez már csak idegölő. Az ember már, mint a versenyló ott áll, és már dübörögne, és már menne, és ugyanakkor nem csinálhat semmit. Aztán hátra menjünk a szakácsváróba, és a harmadik segítőnkkel átbeszéljük az egész versenyprogramot, átbeszélünk vele mindent apró részletenként, és már belecsapunk a lecsóba. Before the start, all participants select their basic required ingredients behind their boxes, from the venison haunches and the sterlet, the pieces they'd like to work with. As soon as this is done, each team occupies their box for 1 hour before the start, and packing can begin. Morning. A strict kitchen jury is already keeping a watchful eye out for what the competitors bring into their box and how. The selected vegetables for the fish dish arrive fresh. The additional ingredients necessary for the meat dish can only be brought into the box previously cleaned. But pre-cutting, heating, or cooling is forbidden. This is all from the market. Okay, sure. Salted water for the celery, right? Yeah, for the fish. And simple juice like there. Simple and carrot juice. Well. Okay. The use of vegetable or meat bases are allowed. And even pre-prepared pressed fruit and vegetable juices can also be used. But mixing flavored oils, for example, can only be done in the box. If someone tries to bring this in finished, the judges will immediately confiscate it. If it is smuggled in, that is, it is not reported to the judges with the other ingredients, and it is used, then a point penalty is given, which significantly reduces the possibility of winning. Amikor elindul az óra, és gyakorlatilag elkezdjük a munkát, akkor gyakorlatilag a boxban az adrenalin az egekben van, és igazából szerintem az a sikeres, aki talán egy picit félre tudja tenni, le tudja magáról dobni azt a fajta terhet, amit elvárnak tőle, és nem gondol arra, hogy ha itt megbukik, akkor gyakorlatilag a karrierje is eltörhet. Since there are just 10 boxes in the arena, 10 countries will cook on each of the first and second competition days of the European Championships. Matt,
lehet a májjal együtt, igen. Ott így van kiszámolva. Amúgy meg a jobb vagyunk időben. És egy jobb vagyunk időben. Teljesen. Minden ott van, ahol kell. Sokkal lassabbnak jön. Nem baj. Az idő másképp dolgozik, de megyünk. Amikor ugye versenyzel, akkor nem tudsz elég gyorsan dolgozni, tehát sokkal inkább azt érzékeled, hogy lassabb vagy, és hogy sokkal gyorsabban telik az idő, mint ahogy az valójában telik. Ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt meg kell szokni. In a competition like this, where you are in front of an audience, with loud background noise accompanying you, it's hard for every team to concentrate, but the Hungarians had the worst situation. Around them, a crowd had gathered of a size that they had never seen before in the history of the Bocuse d'Or. Everybody was curious how Tamás Széll was performing at the European Championships. Talán ez volt az a pillanat, az első, vagy talán az egyetlen olyan pillanat, amikor tényleg egy fél másodpercre megengedtem magamnak ezt, hogy felnézek. És azért ez egy eléggé megható pillanat volt igazából, és soha nem fogom elfelejteni. Ezek azok a pillanatok, amiért megéri csinálni szerintem. The fish and meat main dishes each must be prepared for 14 portions, for which everyone will get a total of 5 hours and 35 minutes. For this 5.5 hours cook time, the schedule must be held with the precision of a Swiss watch, if the team wants to finish. For this reason, not only the chefs, but the commis also must be very quick and precise. Borzasztó nagy felelősség ez az egész, hiszen tudja, nekem meg kellett felelni Tamásnak, mindennek ott kellett lenni időbe. Kevin, keverd meg a bombát! Mellettem volt egy kis komi, ugye őt is hajtanom kellett, figyelni kellett a rendrakásra is, minden apró mozdulatra, egy folt nem lehetett, már hogy a konyhai zsűri még ezt is figyelte. A komin gyakorlatilag nagyon-nagyon sok múlik, a komplett munkának a felét, tehát 50-50 csinálja önállóan, úgyhogy bátran kimerem jelenteni, hogy ha nincs jó komi, akkor nincs jó versenyző sem. The big pressure on the team is not just on the komi's shoulders. The coach takes on a key role as well. His job is to track the timing of every task during the competition, in the midst of all the noise and bustle. He has to see perfectly all the parallel cooking processes and simultaneously coordinate everybody on the team's work. A Tamás nagyon jó versenyző típus, nagyon higgadt, nagyon nyugodt, nagyon céltudatos. Nagyon sok mindenre képesek vagyunk, hogyha összefogunk, bármit le tudunk győzni. Tehát nekünk nem egy gödör, az azért nem jelent problémát, mert átugrunk fölötte egy hegyet, hogyha kell, aláásunk egy alagutat, és akkor is megkerüljük. Ő tudja, hogy amit én mondok, azt miért mondom, én meg tudom, hogy amit ő csinál, az meg biztos. Úgyhogy innentől kezdve nincsenek kérdése. It is important that the competitors never lose focus on the work, as the kitchen jury members are watchful for how cleanly and orderly the contestant is working, how efficiently they use the ingredients, how well they direct the commis, and whether they succeed in effectively bringing the second assistant into the work. This gets them 20% of the points in the competition, while the remaining 80% are allotted to the finished dishes. Tamás is really quiet, really organized. He thinks everything, you know, he's not stressed, and you can talk to him during the competition. He said, oh, hello, how are you? And he continues his job, so he's not afraid with nothing. I never see that before, so he's really crazy guy, and his job is fantastic, really. Hol meg a gerinc? Menjen be, igaz? Igen, most. Sok esetben a versenymunka az sokkal-sokkal jobban tud sikerülni, mint esetleg próbák vagy gyakorlások során. Egy csomó apró dolog van, ami ad pozitív visszacsatolást arról, hogy na ez jól fog sikerülni, ha el nem rontjuk. According to the rules, 5 hours after the start of cooking, the teams must serve 14 portions of the fish platter. So the minutes when serving are a part of the competitor's job that require a specially great level of concentration. Leo.
Bocuse-dor, az tulajdonképpen a gyakorló séfek, szuséfeknek a versenye. Tehát a szószoros értelmében kell ehhez egy rutin, amit az ember csak a gyakorlások alatt szerez meg. Tehát ebben nekem az éttermi előélet, a maga a Michelin csillag, az a fajta nyomás, az nagyon-nagyon sokat segített. Én azt gondolom, hogy a Bocuse-doron is elsősorban azok tudnak jól szerepelni, akik évek tapasztalatával rendelkeznek Michelin csillagos vagy felsőbb kategóriás éttermekből. Hidegfejjel, pillanatok alatt kell bizonyos szituációkat megoldani, hirtelen kell dönteni. Közben a szemük, illetve a kezük sem remekhet, és ez egy óriási nagy segítség. Háromszáz percnél kell kitalálnunk a halételt, és rá 35 percre a hústálat kell elengednünk. Ha később készülünk el, akkor 3 perc után büntetőpontot kapunk, 3 percig nem jár büntetőpont, de nekünk a haltányán nagyon kell figyelni, hogy ne vegyük igénybe ezt a 3 percet. Hát ez egy elég kemény munka, és ott azért ott kell lenni. At the end of the fifth hour, the team has to present a 14-plate fish platter so that the textures and temperature are fine. Because if one or two elements of the dish are too cold, that means penalty points. Hölgyeim és uraim, most pedig következik a magyar hajtányért Széll Tamás, Szabó Kevin és Fonder Frigyes a csapat. As well as having the opportunity to ogle the competitor's fish platter, the audience can also get familiar with the faces of the jury members. Szulló Szabina, Magyarország! Sabina Szulló was the Hungarian delegate. The three-star Michelin chef, Johnny Boer, took part from Holland, and the three-star chef, Peter Gossens, came from Belgium. Among other Michelin star chefs who participated in the work were Pekka Tereve, who came from Finland. The Budapest European Championship jury members were Jérôme Bocuse, Rasmus Kofed, Serge Vieira, and Zoltán Hanvas, the president of the Hungarian Bocuse d'Or Academy. According to the rules, every contestant can receive 100 points. 20 points can be given from the kitchen jury. The rest of the 80 points is given from the tasting jury, consisting of 20 members from the European Championship. Mind a 20 országnak van egy elnöke, aki egy nagyon tapasztalt és remek séf, akik ülnek a kóstoló pozícióba, tehát ők 20-an pontoznak, 40 pont ugye az íz, tehát hogy ez a legeslegfontosabb, 20 pont az maga a dizájn, ugye a tál, a tárolásnak a különlapja, és 20 pont pedig ugye maga az ország eredetiségére vonatkozik, hogy mennyire tudja markánsan prezentálni a saját országát. A 10 zsűriből tulajdonképpen 8 marad, 8-nak a pontja számít, hiszen a legalacsonyabb, minden esetben a legalacsonyabb, és a legmagasabb pontszám kiesik. Igazából ez egy nagyon igazságos menetet próbál sugallni, hiszen ugye ha valaki nagyon lepontoz egy versenyzőt, az alapból kiesik szinte, tehát az ő pontja legalacsonyabb, illetve aki indokolatlanul magasra pontoz valakit, az szintén. At the competition, the jury sitting in the middle tasting table is only for representation. They do not give points. Their vote is only taken into account if there's a tie. In case of a tie, their vote is the deciding one. When the tasting of the fish plate starts, the teams are already working on the meat plate because they have only 35 minutes to serve the meat plate after the fish. The detailed silver plate used by the Hungarian team to serve the meat was made by a professional designing team in accordance with the inventing of the menu. Úgy kell nekünk megtervezni a tálat, hogy minden zsűri tag egy pár másodpercig látja a tálat, és az alatt kell mindent végignézni a tálon, látni a főelemet, látni a köretelemeket, a koncepciót be kell tudni fogadni annyi idő alatt. Tamásnak a győztes tája másfél hónap alatt alakult ki, mert ott nem volt sok időnk a tervezésre és a kivitelezésre, és olyan szoros tempóban ment a felkészülés, hogy ott az utolsó hetek, utolsó napok azok nagyon nagyon, nagyon kemények voltak. Pontosan kellett a Tamásnak minden másnap a gyakorlásra megérkeznie az adott elemnek. Izgalmas volt, de hát ilyen élmény az ritkán van. Ott addigra mindenki jön rajtad, már fáj a gerinced, már el vagy fáradva, izomlázad van, remeg már mindened,
és már ugye az egész kisugározza kezedre is, tehát már annak is szinte remegnie kell, de még mindig nem adhatod fel, és nyomni kell tovább. Mert ki kell tálalnunk a hústát. A nagy fáradtság ellenére is ez borzasztó jó volt, ez az érzés. És maga az egész feeling, az atmoszféra nagyon jó volt tolni. The completion of the meat platter can be late by maximum 3 minutes, after which penalty points will be assigned. So then, in the last minutes, until the very end, the tempo is heightened so that every element can be served perfectly on the platter. It took 5 months of tense work and practice, but the Hungarian team finished on time, completing the meat plate as well, all according to plan. A legeslegjobb pillanat, amikor gyakorlatilag utoljára megszabadulsz a hústától, tehát nem kell többet megcsinálni, azt érzed, hogy tök jól sikerült, és akkor viszik. After tasting the meat courses, all that's left is to clean up the box. The competition is over, but if the competitors clean out and pack out everything from their box, the jury will give points for them. Ladies and gentlemen, welcome to the official award ceremony for the Bocuse d'Or Europe 2016 in Budapest. Please welcome on stage all the teams. For the ceremony in announcing the winner of the competition, the participating national teams from all 20 European nations and their flags follow in behind the jury, accompanied by a rousing ovation from many thousands of fans. Hölgyeim és uraim, fogadják nagyon nagy szeretettel a magyar csapatot! Hungary! Széll Tamás, Szabó Kevin, Fonberg Frigyes, Szulló Szabina! Third place of the Bocuse d'Or Europe goes to Sweden. Second place of Bocuse d'Or Europe goes to Norway. Ladies and gentlemen, the yep. Winner is... Are you ready? Are you ready? Not much better. I said, Hungary! Egyszer csak kimondták, hogy Magyarország, és ugye Tamás előreugrott, és egyszer csak elkezdtem felemelkedni. És onnantól egész nap csak emelkedtem, fellegekben voltam. Fel kellett álljunk a dobogó első fokára, borzasztó jó érzés volt, és ott lepergett előttem az egész szakmai utam, pedig még nincs olyan sok, de már akkor is, hogy honnan indultam, és most hol is állok vagyok. Annak örültem, hogy nem estem össze a dobogon, hát a Szabinának majdnem sikerült. Hát és ugye nem elhanyagolandó aprócska tény az, hogy gyakorlatilag 53 pontot vertünk a második helyezetre, tehát ez gyakorlatilag itt még nagy vonalon bármilyen hiba is becsúszhatott volna, mert az 53 pont azért az rengeteg, tehát azért az tényleg már másfél testhoz. I was extremely proud and happy because, as you know, I've been working with the boys a long time and I could see the progressing.
a dream. It's a dream for me. It's a dream for Thomas and Kevin and Hungary. It's really crazy. I mean, the performance that they did was so incredible. I mean, the two boys, whoa. I was really impressed. I'm not easy to impress, and I was crying when I saw the meat platter. It was so beautiful. It was super. It's so well deserved. It's amazing, you know. I'm really, really happy for Hungary and Tamás, because he's really a really nice chef, and he makes a good job all the day. And you know, we have a lot of pressure. We have the most important countries of the competition here, so. He's not afraid of that, and he make really good job. So that's why I'm really happy. It's a really big surprise, and the level arrive almost on the same level of the Bocuse d'Or in Lyon. So it's amazing, the result of Hungary. Following their win of the title at the European Championships, the Hungarian team took a few weeks off before moving back into the practice kitchen. They immediately set about developing plans for dishes for the World Championships. This would be the start of nearly a half a year of intense training. Tamás Széll's trainer and consultant was the Danish Rasmus Kofod, the most successful competitor in the history of the Bocuse d'Or. He was the only chef who ever made it to Lyon four times and qualified in the top three each time. He started as a commis on the Danish team, then won third as a competitor in 2005, then second in 2007, and finally in 2011, he secured a gold trophy. In addition, in his own restaurant, the Geranium in Copenhagen, he continually reaches more and more success year after year. The result of which is that he got his third Michelin star. A lyoni felkészülése is 150%-on folytatódott a gyakorlás. Karácsonykor is mentünk, tehát minden bevetettünk. Tehát elmondtuk mindannyian, hogy a csapat megfogalmazta, Frici is, hogy annyi pulykát süthetek még karácsony. Tehát, hogy karácsony még annyiszor. De ez az alkalom, ez soha többet így együtt, ebben a felállásban ezt többet nem tudjuk megélni. We will catch up today on the things that we could do even better. We will catch up on the crispy tartlet with the peas and mangalitsa pork, and see if we can get it more crispy. So like small final details, but it can make a very big difference in the end. This we chop. Yes, with a little butter. With a little butter. I'm not sure if we need the butter. I just want that we chop it. And we mix it with the fresh peas. Just to get, because this pea flavor is strong. We work very intense, we push really hard. We don't sleep a lot because it's so close to the final now, so we don't have time to go to the bar and get drunk and have a party. Now it's a focus on the competition, and we work from the morning. We talk about if we can do it better visually, if we can change some colors, some textures, if we can get more flavor out in the components. And then we do it again, and then we do it again and again and again. The team's time was scheduled very tightly, since they only found out a month or two before the competition that aside from the breast chicken and the frutti di mare meat plates, this year they would have to create a vegan meal instead of a fish platter. Because the worst thing, the thing that I don't like the most is overheat bacon oven, but only bake 5 minutes, and the chew is like. Yes, it's too. You know the feeling? Yes. A little the same with leeks. Many competition. Yes, it's so stuck. Chefs is undercooking the leeks. Yes.
So when you choose that, really not, like, reminds me of the opposite. So we need to make sure they're really cooked, because we will not cook them with blowtorch only for the flavor. I think with the improvement that we've been doing the last couple of days, we specially lift up the vegan plate, which is was a bit difficult, and it's a really, really interesting dish, surprising. What? No, just 50. Just. That's enough? 50? I think it's. Yeah. For 15? Yeah. You go 6 grams of this here, pico lemon. That's what I did yesterday, and it was really good. Rasmus's infinite precision had a great influence on the team during training and made things more difficult at the same time. Since their trainer was the most successful chef ever to compete in the history of Bocuse, he knew that though the tastes are the most important, the professional jury is going to be watching the precision of execution. Make sure you have green leaf in the bottom. In the, yeah. It's also important you get this nice stuff from the bottom, like all the... Yeah. Everyone would look at him now, even more than before, because before they did not know his name, now they know him, and he was the winner. So of course there's a huge pressure, but I think he can take it. I mean, he's a guy that can take the pressure. I can see in the progression, especially the refined way of working, much more detail based now. And I feel the spirits, it's great, and the focus, mentality, you build it up slowly. The climax will be in France, and then everything has to be good there, of course. After months of hard training, a Hungarian team is ready to compete with the world's best for the third time at the 30th anniversary competition in the history of the Bocuse d'Or Lyon finals. Very often, when you win in Europe, you are in the best in final. I expect for you, very well, for your country, because after the Bocuse d'Or, it's energy also. You see in Norway, you see in Sweden, you see in Denmark. We are very happy in France for this, to open this country. After, it's young people, see. Young cooker in Hungary. It's important here for a country. Required elements this year for the meat platter were breast chicken with frutta di mare. Replacing the fish platter for the first time in the history of the Bocuse d'Or, everyone had to prepare a vegan meal. That meant that the competitors would be working without any animal products or ingredients containing them, but exclusively with vegetables. The respected president of the jury was none other than Joel Rubijon, who has more Michelin stars than any other chef in the world. His restaurants have won an incredible 31 stars. Tamás Széll presented a number of elements characteristic of Hungarian cuisine. For example, pickling in the vegan courses, using Tokaji wine, Tokaji vinegar, forest ramsums, celery root, Hungarian truffles, and paprika, among others. The Hungarian meat platter symbolized a winter forest in 2017. Served along with the breast chicken and frutta di mare, was Tokaji furment and asu, mangalitsa ham and mangalitsa bacon, pumpkin seeds and duck liver. This is a special prize for the meat dish, the poultry dish. Qui c'est, Georges? La Hongrie. In the 2017 Lyon World Championships, Hungary finished in a very promising fourth place. In addition,
Tamás Széll's team brought home the special award for the best meat platter, along with the best poster award. And that success brought them press accolades like never before. A sikeríze. Széll Tamásék a világ gasztroegységében. Széll Tamás külön díjas. A magyar séfek húsban lefőzték az egész világot. A világ legfinomabb francia csirkéje, magyar. A világ élvonalába főzték magukat. Elképesztő sikert értünk el. I think it's really great. I think they did a really, really good job and they were so close to the podium. But if you look at the teams at the podium and if you look at the teams which was far away from the podium, like France, like some of the favorites like Sweden, you can only be proud. It was a beautiful job. It was number 4 out of 60 countries in the beginning, and it's just the beginning. And if you continue, it can be even more. I think, you know, Hungary did a fantastic progression. First of all, by winning the European Bocuse d'Or. Today, you know, they, as we can see, the top five, it's quite close. So, you know, it is a great achievement for Hungary. And I can truly think that next time they'll reach the podium. The incredible achievement of Tamás Széll was not only just a milestone for the Hungarian Bocuse d'Or Academy. The Academy's and the team's goal was to create a role model for the younger generation, to give them hope and purpose, and to show that this profession offers serious career opportunities. Azért vagyok a Tomira nagyon büszke, mert ez a, az egész Bocuse történet egy csoda, amit adott nekünk is, meg szerintem még nagyon-nagyon sok mindenkinek az országban. Remélem, hogy ez a példa, ez a jövő generációnak is utat mutat, hogy megéri. Megéri maximalistának lenni, és megéri nagyon sokat dolgozni, hogy az álmok valóra váljanak.